megpróbál kontrázni a hazai együttes, sikerül is elvinni a szélen, középen három érkező társ. De nincs lövés. Szendrei volt az, aki visszazárt. Most a beadás, és Mance fejeli fölé a labdát. Jó a beadás, és Les. Lesen érkeztek a hazaiak. Itt van Nagy Zsolt beadása, ez még ugye nem Les, hanem ez már az, valóban Mance Lesen volt. Kis Tamás rossz labda átvétele közben. Mance, Mance, még mindig nála a labda, Mance! Mindenkit eltakarított az útjából, és az utolsó az már szabálytalan volt. Ha itt valaki megszerzi a győztes gólt, akkor nyilván ő lesz a meccs embere, csak vajon lesz-e ilyen játékos bármelyik oldalról? Szép játék most, Kis Tamásig nem jut vissza a labda, és kirúgás a vége. 90. perc. Veszélyesen jön középre, és ott a csúsztatás, és megszerzi a vezetést a hazai együttes Meissner, a gólszerző. A rövid oldalról robban be a közép hátvéd, belepöcköl a labdába, és megvan a hazaiak gólja. Azért az elmúlt percek alapján nem érdemtelen az, hogy gólt szerez a Puskás Akadémia, hiszen a hazai együttes, ahogy mondtam, a szabadrugás előtt is támadtak, jöttek előre. Az más kérdés, hogy nem voltak túlságosan hatékonyak. Most viszont erre a szabadrugásra Meissner jól érkezik. Nincs Les, egyértelmű, ott lemarad a védő, Meissner pedig kapásból megcsúsztatja a hosszúba. Szendrei volt, aki alászaladt, itt mögötte pedig jön a védő, és beküldi a labdát a hosszúba.